Nagyon sok vitát lehet látni a médiában is, hogy van, aki szerint egyenesen be kellene tiltani a pornót, és ez a pornó az önmagában egy elfogadhatatlan dolog, és káros hatással van. Mások szerint meg nem. Tehát, hogy ti mit gondoltok erről a kérdésről? Hát ez nagyon nehéz erre egy jó választani szerintem, mert nagyon sok oldala van a témának. Én, mint ezzel foglalkozó kutató, nem gondolom, hogy egy ilyen átlagos egyéni pornóhasználat az okozna nagyobb problémákat valakinek. Tehát nem látjuk, hogy nagy problémákat okoz ez igazából az egyénnek a szexuális életében, az elégedettségében, a párkapcsolatában, vagy így más terén az életnek. Vannak olyan emberek, akik problémás használóvá válnak, de ez nem feltétlen, a pornó nem feltétlen úgy működik, mint a heroin, hogyha nem tudom, vagy más ilyen magas, hogy is hívják ezt, amikor valami milyen könnyen... potenciál? Igen, tehát nem feltétlen úgy működik, mint egy ilyen magas addiktív potenciállal rendelkező szer. Igen, viszont mondjuk az is szerintem egy jogos felvetés ezzel kapcsolatban, ami sokszor az ilyen, például a feminizmusnak egy felvetése, hogy a szexipar, a pornóipar azért az egy ilyen nagyrészt exploitatív iparág. Tehát, hogy senkit se morálisan nem ítélnék el, azért, mert pornót néz, se nem látjuk azt kifejezetten, hogy egy ilyen átlagos egyéni pornóhasználat az ilyen nagy problémákat okozna az embereknek, vagy a kapcsolatoknak, de azért érdemes ezt is tudni, így a pornótudatosság erről is szól szerintem, hogy ezért a kattintásainkkal támogatunk mondjuk olyan iparágakat, amik tényleg ilyen kihasználóak. Ja, igen. Nektek? Nincs mit nem? Azért ne tiltsák be a pornót, mert még... Ne tiltsák be szerintem sem azért. Nemi beteggyógyászként azért kérem, hogy ne tiltsák be a pornót, mert hogy még jó múltkor kerestem videót arról, amit diákoknak akartam levetíteni, hogy lehet az offszert szakszerűen felhúzni. És tehát olyat nem akartam, ahol uborkával szórakoznak, meg fából készült vallosszal szórakoznak, és egész egyszerűen nem találtam olyan videót, ahol van egy erektált állapotban lévő pénisz, és arra valaki fölhúz egy offszert, ehhez pornófilm kellett. Tehát bocsánat. Pedig de, ott sem olyan gyakori. Nem, de legalább ott megmutatják, és ott lehet látni. Tehát, hogy ha valamiért, akkor bocsánat, az én véleményem az, hogy ezért ne tiltsák be. Egyébként pont az ilyen how-to pornó, az most... Van egy ilyen műfaj? Igen, van egy ilyen műfaj, nagyokat megy az elmúlt egy-két évben, képzeljétek. A Pornhubnak szoktak mindig ilyen éves statisztikái lenni, és az ilyen első top 10-be került be ez a how-to kifejezés. Így az elmúlt egy-két évben, azt hiszem, úgyhogy ez nem tudom, hogy milyen minőségűek ezek a how-to pornók. Láttam már egyébként olyan how-to pornót, ami nagyon jó volt. Egyébként ráadásul egy ilyen transzparens, etikus módon működő produkciós pornógyártó készítette a felvételt, de nem tudom, hogy milyen ezeknek az ilyen általános minőség ezeknek a how-to pornóknak, úgyhogy nem feltétlen ajánlanám most így látatlanban. De egyrészt úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy szükség van erre is, hogy akkor így tök jó, hogy van, de másrészt azért ijesztő is egy picit, hogy ugye így is mindig szokták mondani, hogy tényleg sokan mennek a pornóra, az internetre, arra, hogy így megkérdezzenek dolgokat, hogy tanuljanak a szexről, stb. És hogy azért a mainstream pornóban szerintem el tudjuk mindannyian képzelni, hogy hát nem jó dolgok, nem olyan jó, vagy valid, vagy valós dolgokat látnak az emberek. Nem olyanokat, amiket ilyen nagyon könnyen átültethetnének a... Hát könnyen, meg valós kölcsönös örömmel átültethetnének a valóságba. Úgyhogy ez a how-to porno, ez még nekem is én kérdéses. Nekem volt egy tök érdekes élményem ezzel kapcsolatban. Két transzbetegem is beszélgettem velük, és két transzbetegem is elmondta, hogy nekik tök sokat segített az, hogy láttak olyan pornót, ahol volt egy transznemű, aki már a tranzíciójának viszonylag a végén járt, és hogy így tök sok erőt adott nekik az, hogy egyrészt láttak egy ilyen embert, aki ennyire jól néz ki, felvállalja magát, és hogy ennyire, tehát hogy úgy tűnt, hogy élvezi a szexet. Tehát, hogy valakinek ez meg a pornónézés lehet abszolút egy pozitív dolog, és egy megerősítő dolog. Nyilván lehetnek káros hatásai, de hogy ez így érdekes. Ja, hát pont ezért nehéz, én is folytatok, mikor megkérdezted, hogy akkor mit gondolunk a pornóról, hát sok mindent, nem tudom, mert hogy lehet egy ilyen társadalomkritika oldalról, tényleg akár a feminizmus irányából megközelíteni, hogy mennyire para. Felmerül az a kérdés, hogy persze létezik etikus pornó, meg vannak ilyen törekvések, meg van feminista pornó, meg egy csomó ilyen izgi dolog, ahol a szexmunkások önként és a saját szexuális kivirágzásukat annak részeként megmutatják mondjuk a szexuális életüket. De az egy kérdés, hogy leválasztható ez a kettő egymástól. Van olyan érvelés, ami azt mondja, hogy amíg etikus pornóról beszélünk, addig tulajdonképpen elismerjük, hogy létezik. Nem tud az egyik a másik nélkül létezni, szóval az egészet be kell tiltani. Értem ezt az érvelést is, szóval lehet ilyen társadalmi szinten ezen vitatkozni. Tök fontos ez a mintaadás része, tök jó az a példa, amit Béla mondtál, ez nagyon izgi, hogy így is funkcionált, főleg, hogyha egy olyan csoportról beszélünk, vagy olyan szexuális érdeklődésekről, amikhez abszolút nem lehet mintát, vagy vizuális példát találni semmilyen más módon, mert mondjuk nyilván nem is feltétlenül az a cél, hogy a Netflixen úgy menjenek a filmek, hogy mindenféle kink érdeklődések, vagy bármilyen szexuális érdeklődéshez ott tanuljuk meg a scriptet, hogy mit kell csinálni. De ezzel együtt lehetnek olyan érdeklődések, amiknek adott esetben csak egy pornón keresztül tud valaki egy ilyen vizuális megsegítést találni hozzá. Itt szerintem ott érkezünk meg megint, hogy anélkül, hogy lenne emellett egy biztonságosan edukált társadalmunk, aki tanul arról, hogy mit jelent a beleegyezés, mit jelent igent mondani, nemet mondani, mit jelentenek az én vágyaim, az ő vágyai, én hogyan ismerem fel, hogyan kommunikálom, mi jó nekem, mi jó neki, stb. Stb. Anélkül veszélyes a pornó. Mert mondjuk azt látod, hogy nem tudom, folytogatják valaki a másikat, meg leköpi, meg nem tudom micsoda, ami tök fun lehet, persze, meg go for it, hogyha így ez így a közös konszenzusos szexuális vágyatok, de amíg ez nincs egy olyan kontextusba rakva, hogy itt azért számít, hogy ki mit akar, hogy mondjuk a kingnek, a BDSM-nek vannak szabályai arról, hogy mi fér bele, mi nem fér bele, hogyan biztonságos ez az egész, addig csak látunk bizonyos szexuális aktusokat, amik teljesen hétköznapinak vannak beállítva, és ki van emelve abból a kontextusból, ami amúgy biztonságos, és mindkét fél számára élvezetessé tudja ezt tenni. Szóval ez az edukáció, meg tudás, meg önismeret nélkül, ez egy tök veszélyes műfaj. Szerintem ugyanezt el lehet mondani a szerhasználatról is, tehát hogy ha mondjuk tényleg megnézzük, hogy a szerhasználattal kapcsolatos problémáknak a nagy része az hol csapódik le, az ott csapódik le, ahol a társadalomnak a legmarginalizáltabb csoportjai vannak, akik a leginkább oda vannak szorítva a peremre, vagy azért, mert mély szegénységben élnek, vagy azért, mert valamilyen csoporthoz tartoznak, akiket kirekeszt a társadalom. És hogy igazából nem a szerhasználata van baj, és ez az egész mostani beszélgetésnek sem ez a célja, hogy így patologizálja azt, hogy az emberek drogoznak, meg szexelnek, mert szerintem az önmagában rendben van, hogyha ahogy mondod, megfelelő tudatossággal, megfelelő felkészültséggel, vagy de hogy ez tényleg ott válik legtöbbször problémássá, amikor valami olyan hiányt pótol, ami nincs benne az ember életében. És itt szerencsére nyugaton vannak azért már olyan terapeuták, akik kimondottan ilyen szex és drogfüggőségnek a keresztmetszetével is dolgoznak. Én hallgattam több podcastet, meg konferencián is hallgattam előadásokat ilyen szakemberekkel, és az egyik például mondta, hogy igazából szerint, hogy azért, sok ember azért fogyaszt szereket a szexhez, mert igazából baromira szégyell és utálja azt, amire felizgul. Tehát, hogy így nem. Egyszerűen az ügy valahogy nem találja meg azt, nem tudja integrálni az életébe azt, hogy ő miért izgul arra, amire felizgul. Ezért most lehet ugye azért, mert a társadalom elutasítja mondjuk a melegeket, vagy a transz, vagy bármi olyan szexuális vágyat, ami mondjuk nem standard, és akkor amikor ő drogozik, akkor azt érzi, hogy hoppá, most azt érzem, hogy most elfogadom ezt, most ez nem jelent nekem problémát, most nincs ez a gátlás, nincs ez a szégyen. És hogy igazából ez az a mechanizmus, ami ennyire addiktívá teszi egyébként a chemsexet is. Tehát, hogy nem azért van ez, mert hogy emberek ennyire csak tehát nem kizárólag az gyönyörhajhászásról szól, hanem hogy van mögötte valami, egy olyan szégyen, amit fel akar oldani az ember. És hogy egyébként neked volt a konferencián az előadásodban egy nagyon jó kis hasonlatod a hűtőszekrényjel. Azt elmondod? Aha, persze, hogy meg tök jó, ezt behoztad, mert, és nyilván ez most megint nagyon óvatosan általánosítva, de hogy azért ha valakinek egy olyan identitása van, ugye, amit bármilyen szempontból stigmatizál a társadalom, és akkor most beszéltünk melegekről, leszbikusokról, transzokról, de beszéltünk egyébként hajléktalanságról, ez ritkábban vagy más módon válhat egy identitássá, de kutatják ezt, hogy te bármilyen stigmatizált csoport tagja vagy, ahol a társadalom közvetít neked egy üzenetet arról, hogy te mennyire vagy értékes, vagy inkább értéktelen, vagy mennyire van neked esélyed a boldogságra, valahol elhelyeznek téged a hierarchiában, általában valahol lenn. Szóval, hogy ugye ezek a társadalmi üzenetek nem olyanok, nem feltétlenül azt jelentik, hogy minden nap elmondják mondjuk egy meleg srácnak, hogy te hülye, bocsánat, hanem azon keresztül a társadalom milyen média termékeket mutat, mondjuk minden reklámban csak heterópárokat lát, minden mesében csak heterók vannak, minden filmben csak heterókat lát, vagy mit tudom én, azért megtanulja az ember, hogy akkor van a normális, meg az általános, és akkor van az, ami meg úgy, hát jobb esetben csak nem beszélünk róla, meg beszélünk róla, akkor én nagyon fenyegetően, vagy stigmatizálva, vagy pedofiliával összemosva, vagy mit tudom én. És ezt hívjuk kisebbségi stressznek, ugye, amikor a kisebbség identitáshoz kapcsolódóan ezeket a bántalmazó, elítélő, kirekesztő, vagy egyáltalán hierarchizáló üzeneteket valaki nap mint nap kapja aktívan, mondjuk úgy, hogy konkrétan kommunikálják felé, vagy passzívan, indirekten azon keresztül, hogy a társadalomban nem kapnak ők teret, egyenlő jogokat, helyet, stb. Stb. És a hűtős hasonlat úgy jön ide, hogy ezt úgy szoktam így kurzusokon így érzékeltetni, hogy ez a kisebbségi stressz annyira folyamatosan éri a stigmatizált csoport tagjait, hogy tényleg olyan, mint amikor van egy rohadt hangos hűtőd, aminek van egy ilyen konstant zúgása, vagy jó a füle, az mondjuk itt hallhatja a neonnak, vagy egy a lámpáknak az zúgását, amit igazából egy ponton úgy nem hallasz már, mert megtanultál együtt élni vele. Fárasztja egyébként az idegrendszeredet, ugye? Mert folyamatosan ér egy olyan hatás, amit valahogy az agyadnak kezelnie kell. De valójában akkor jössz rá, ugye, hogy mennyire terhes volt, amikor kihúzzák ugye a hűtőt a konnektorból, vagy áramszünet van, most már lehet ilyenekre kell inkább készülnünk, ilyen példákra. Szóval, hogy áramszünet van, és akkor hirtelen meghalod azt a csendet, ami abban a szobában van, amikor nem zúg az a rohadt hűtő. És ugye így szokták leírni az affirmatív terápiát, amikor megtapasztalod egy kapcsolatban azt, hogy úgy tisztelnek és elfogadnak, ahogy vagy, akkor átéled, hogy ja, hogy ilyen ez. Mert hogy annyira normalizálod, annyira megszokod azt, hogy ki vagy rekesztve. Nekem így klienseimtől egy ilyen beszámoló az, amikor először elmennek, mondjuk egy transz ember elmegy egy transz közösségbe. És akkor belép oda, és akkor így hirtelen tud levegőt venni. És beszámol akkor olyan, mint hogy a testrészei könnyebbek lennének úgy súlyra. És úgy, hogy közben ugye nem tűnik fel hétköznapokban, tudjátok, vannak ezek a hülye ilyen gym eszközök, nem hülye, bocsánat, de amikor a kezedre tekersz súlyokat, meg a lábadra, és akkor úgy futsz, mint nem tudom, hogy mikor a Songokuék így edzettek az antigravitációs a kapszulába, a Dragonballba. Szóval, hogy amíg benne vagy, nem tűnik fel, de amikor leveszed ezt a súlyt, akkor hirtelen könnyűvé válsz. És hogy ez az, amiről a Péter is beszél, ugye ez, amikor ez a holisztikus szemléletben úgy tudnak téged nézni szerhasználó és mondjuk LMBTQ emberként, hogy ismerik és értik ezt a kettős hatást, amit téged valahogyan a perifériára taszított, és amit te a szereken keresztül tudsz valamennyire kibírni, túlélni, kompenzálni, vagy akár a szereken keresztül át tudsz érni egy olyan örömöt, amit a társadalom arra tanított téged, hogy neked nem jár. A te testednek nem jár, a te szexualitásodnak nem jár, mert nem vagy heteró, meg nem vagy fehér, meg nem vagy házasságban, meg nem vagy keresztény, meg mit tudom én. De egyébként ezt ki lehet terjeszteni a heterókra is, tehát aki egész gyerekkorában azt hallgatta, hogy te kisfiam, te semmire nem vagy jó, kislányom, belőled nem lesz semmi, stb. aki mindig azt érezte, hogy soha nem jó, annak tényleg, ha bedrogozik és úgy szexel, akkor az tényleg akkor érzi azt, hogy ez a hűtőszekrény kikapcsol, és akkor most elfogadva érzem magam, és nincs ez a zaj, ami folyamatosan körülvesz, ez a zavaró. Hát sőt, bocsánat, még egy gondolat, ezt tök részbe osztod, mert én meg nyilván mindig a LMBTQ emberekről beszélek csak, mert ez a szakterületem, de hogy amikor heteronormativitásról beszélünk, meg szexizmusról, annak legalább annyira kárvallottja is szerintem egyébként a hetero meg a cisznemű emberek is. Tehát én most így cisz férfiként is mondom, hogy nem tudom, van olyan férfi ma Magyarországon, aki sosem, egyszer sem szorongott azon, hogy ő elég férfi. Hogy őt nem fogják kicigizni, kiröhögni, bármit csinálni X vagy Y viselkedésért. De nőknél ugyanez, elég nő vagyok-e, ha szülök, ha nem szülök, ha dolgozok, ha főzök, ha... Tehát hány ilyen dolgot rak belénk a társadalom, és ilyen szempontból ennek a hangnak a kikapcsolása iránti vágy, egy olyan közös szükségletünk, amire hát nyilván egy elérhetőbb eszköz mondjuk a szerhasználat, mint a társadalmi változásnak a kieszközölése. Pláne, hogy amúgy sem olyan irányba haladunk, hogy ez hamarosan megtörténjen, de hogy igen, szóval, hogy ez a fajta tudatosság, meg a maga az affirmativitás terápiában nem korlátozódhat, nem kell, hogy korlátozódjon LMBTQ emberekre, mert mindannyian szenvedünk ezektől a típusú ilyen előírásoktól, hogy vagyunk mi szerethetőek, hogyan kell szexelnünk ahhoz, hogy szerethetőek legyünk, hogyan kell házasodnunk, stb. Igen, én is ezt akartam mondani, hogy nagyon erősek ezek a forgatókönyvek igazából mindenkinek a szexuális életében. Mi oké, mi nem oké, ilyen eszméletlen dolgok miatt tudják magukat szégyelni emberek, eszméletlen dolgokra mondják azt, hogy szégyellik az, hogy mondjuk erre izgulnak fel. És nagyon-nagyon, tehát hogy ez még szerintem egy ilyen nagyon általános probléma, és egyébként itt azért bekötődik a pornó, mert a pornó is egy nagyon rigid, nagyon egyféle, vagy nagyon csak párféle forgatókönyvet ajánl fel a szexhez, és nincsen arról szó, hogy ott kommunikálnának, nincsen arról szó, hogy ott az emberek elmondanák azt, hogy mi legyen a következő, amit csináljunk közösen, hova nyújj, kérlek, mi az, amit szeretek, mondd ezt, nem mondd ezt, stb. Tehát, hogy ilyen nagyon alap dolgokat nem igazán, ezeket szégyellik sokszor az emberek, és hogy itt ilyen dolgokban is szükség van, ilyen nagyon alap dolgokban is szükség van gátlásoldásra, és ja, hát igen, sajnos ennek most elérhetőbb útja néha tényleg vagy az, hogy nem szexelünk, akkor kevesebbet szexelünk, vagy hogy drogokkal szexelünk, mint hogy szexedukáció, nem tudom, valahogy így a tabuk oldása ezzel kapcsolatban. Azért még szerintem nem tudom, baráti társaságok se szoktak ilyesmikről ilyen nagyon beszélni. Én igen a barátaimmal, de tudom, hogy sokan nem. Úgyhogy... De érdekes, mert ennek a kapcsán nekem meg az jutott eszembe, hogy azért ha bár egy heteronormatív világban élünk, de azért a meleg közösségben, vagy a meleg társadalomban is nagyon durván megvan az, hogy milyen melegnek kéne lenned, hogy kéne kinézned, hogy kell viselkedned, tehát, hogy megnézzünk bármilyen sorozatot vagy filmet, hogy ábrázolják a melegeket, ott azért van egy séma általában, és azért a melegek között is megvan az a fajta jelenség, hogyha te valami miatt nem illesz be a képbe, tehát nincs kockahasad, nem jársz kozmetikushoz, mit tudom, nem jársz divatos ruhákba, akkor azért nagyon ki tudnak közösíteni a meleg társadalomba is, és azért ez is lehet a mozgatórugója, hogy akkor menekülés céllal inkább a szerekhez fordul, mert ott nyilván elfogadásra talál. Viszont ugyanakkor azt is most hallottam, hogy egy csomó társkeresőben ez már kimondottan trend, hogy drogosok ne keressenek, drogossal nem akarok, tehát ez a drogellenesség is azért most már... Hát meg ugye a melegek körében van a slut shaming. Tehát, hogy amikor ugye megvetnek valakit azért, mert vagy több partnere van, vagy több emberrel szexel, és hogy valahol álságos, meg álszent, de hogy itt tehát megvan róla a véleményük, és lekurvázzák, hogy te hány emberrel szexelsz, holott lehet, hogy azért slut-shamingelik, mert titkon az illető is arra vágyik, hogy bárcsak én is ennyi emberrel szexelhetnék. De hogy ezek nagyon komoly dolgok, és ezek nagyon komoly traumát tudnak okozni az emberekben. Hát azt gondolom, a nők esetében meg még inkább így van, hogy igen. Ha egy férfi, akkor nem tudom, pika, hogyha egy nő, akkor meg ribanc. Hát, hogy még inkább így van, azt nem tudom, de igazából nem is kell szerintem feltétlenül így hasonlítani a kettőt egymáshoz. Igen, heteróként randizó, vagy férfiak a randizó nők körében is ilyen nagyon gyakran előfordul, ez az ilyen slut-shaming, amúgy a promiszkuitásnak, vagy a nem monogámiának a megszégyenítése.